A harmadik problémakör, amiről beszélni fogunk, a névmások. A vonatkozó és a visszautaló névmás problémáiról fogunk beszélni. Először a vonatkozó névmással. Egy pár hibás mondattal fogunk kezdeni. Betegségeink, amiket mi választunk hallgatói fordításból, vagy ha szintén hallgatói fordítás, más olyan eszközöket szem előtt tartva, amik hatással vannak a kínálatra. Mind a kettő tipikus amely. De nem csak az, ami terjed az amely helyett, majd mindjárt megbeszéljük miért, hanem fordítva is, Kléber Kunónak sikerült azt elérni, amelyet egyetlen más kultuszminiszternek sem. Ez tipikus ami, ugye? Mert az egészre vonatkozik, nem egy konkrét dologra. Tehát a szabály végtelenül egyszerű, de mégis rengeteg hiba van. Tehát a szabály, ugye, a tudnivaló, az, hogyha a főmondatban megnevezett személyre utalunk, akkor aki. Tehát ő az a lány, akit szeretek. Ha a főmondatban megnevezett dologra utalok, akkor amely. Ez az a könyv, amelyet olvasok. Ha a főmondatban főnével meg nem nevezett dologra vonatkozik, akkor ez az, ami bosszant. Ez az, amin föl tudok háborodni. Ugye nem ez az, amelyen föl tudok háborodni, hanem ez az, amin föl tudok háborodni. Amelyiket pedig akkor használjuk, ha egyet kijelölünk. Azt a vázát kérem, amelyik ott van a sarokban, vagy amelyik ott van a felső polcon. Na most, ha ilyen egyszerű, ez a szabály, akkor miért van mégis sok tévesztés? Itt arról van szó, hogy az élő beszédben nagyon erősen felváltotta az amelyet az ami. Ez az én előadásaimon is megfigyelhető, most már ugye van alkalmam visszanézni, és én is nagyon sokszor használok élő beszédben, amely helyett amit, és ez a ami, ez az élő beszédben használt ami, ez hat az írott nyelvre. És van, aki úgy gondolja, hogy az a szabály itt, ami működik, hogy az aki az élőlényre vonatkozik, az ami az élettelenre vonatkozik. Na most, hogy mennyire így van, ez egész friss példa. És azért fontos ez a példa, mert van, aki azt mondja, hogy hát miért ragaszkodunk mi az amelyhez? Akkor erre van, aki azt feleli, hát mert van jelentés megkülönböztető szerepe. Na most tényleg ebből a példából fogják majd látni, hogy van a aminak és az amelynek jelentés megkülönböztető szerepe, mert nem tudjuk tartani a légszennyeződési határértéket, ami a megnövekedett autóforgalomnak köszönhető. Ha amit használunk, akkor az ami arra vonatkozik, hogy mert nem tudjuk tartani. Ha amelyet használunk, az a határértékre vonatkozik. Tehát jól nézzék meg, tényleg van a kettő között különbség. Tehát itt van egy nyelvi eszköz, aminek van jelentés megkülönböztető szerepe. És azért írtam a tetejére az előbbinek, hogy ez most tévesztés vagy nyelvi változás, mert ez például tényleg útban van afelé az ami, hogy kiszorítsa az amelyt. Nem csak az élőszóban, hanem az írott nyelvben is. Tehát itt lehet, hogy egy nyelvi változással állunk szembe, és a maguk életébe fogja kiszorítani az ami az amelyt. Annyira, hogy már láttam olyan fordító iroda, illetve kiadói utasítás, fordítói utasítás, amelyik ki utasításba adja, hogy az amelyt nem használjuk többé. Amely helyett mindig amit kell használni. Tehát már megpróbálják szankcionálni. Ugye valami akkor válik nyelvi normává, ha szankcionálni lehet a eltévesztését, a helyesírás ilyen. De hát az ami, amely, az még ugye nem ilyen, még létezik ez a különbség, de elképzelhető, hogy a mi életünkben, vagy a maguk életében az ami fel fogja váltani az amely. Én minden esetre, ha valaki hozzám írja a diplomamunkáját, akkor én még szeretném, hogyha ha főmondatban meghatározott dologra az amellyel utalnánk vissza, és nem az, és megtartanánk az amely meg az ami különbségét. És az amit csak akkor használjuk, hogyha a főmondat egészére, az előző mondat egészére, vagy meg nem határozott dologra utalunk vissza. A másik ilyen
névmási probléma az őket, azokat közötti különbség, hogy visszautaláskor a személyes névmást vagy a mutató névmást használjuk. Itt van egy elég helytelen, itt is működik egy logika, az, hogy a őket az élőkre vonatkozik, az azokat pedig élettelenre. De nem ez a helyes logika, hanem az, hogy mikor hangsúlytalan, akkor őket, tehát személyes névmással utalunk vissza, és ha hangsúlyos, akkor használjuk a mutató névmást. Mindjárt mondok egy példát. A közösségi jog, tehát nem csupán kötelezettségeket ró a tagállamokra, hanem jogokkal is felruházza azokat. Na most ez az azokat akkor lenne jó, ha úgy folytatódna a mondat, azokat, amelyek vállalják ezt vagy azt, vagy amelyek egyetértenek, tehát ez az azokat, ez hangsúlyos. Szerkesztés után a közösségi jog, tehát nem csupán kötelezettséget ró a tagállamokra, hanem jogokkal is felruházza őket. Ez ugye itt nem hangsúlyos a mondat végén ez az őket, tehát nyugodtan lehet használni a személyes névmást visszautalásra. Ezt is én javítottam ki, és így is jelent meg végül a hivatalos szövegben. Tehát ez egy tipikusan őket szituáció. Néha tényleg furcsa, hogy élettelen dolgokra használjuk az őket, de próbálják ezt figyelemmel kísérni, hogy hangsúlytalan esetben személyes névmással utalunk vissza.